én azt gondolom, hogy mióta én a gyerekvédelemben dolgozom, és ez valóban közel 40 év, nem változott a helyzet abból a szempontból, hogy igazán a gyerekotthonokban, gyerekvédelemben felnövekvő gyerekek valakinek is fontosak lettek volna. Sziasztok, itt a Ketchupod, a Ketchup Hírek podcast sorozata. Mai vendégünk Illésné Áncsán Aranka, vagy ahogy sokan ismerik, Anyácska. Köszöntünk itt a Ketchupod műsorában. Azért hívtunk meg, mert ugye köztudott rólad, hogy több évtizedet, talán 4-et is eltöltöttél a gyermekotthonok és a gyermekvédelem világában, viszont idén, februárban ez a státuszod vagy munkaköröd változott, és ehhez köze is volt talán a Bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseknek, illetve a februárban szervezett tüntetéseknek. Mesélnél egy kicsit erről, hogy mi változott akkor, milyen területre tértél át, mivel kezdtél el foglalkozni? Köszönöm a meghívást, szervusz! Igen, egyértelműen köze volt a kegyelmi botrányhoz, mert úgy gondoltam, hogy nem lehet már szó nélkül hagyni azt a nehéz helyzetet, ami a gyerekvédelemben van, és azt is láttam, hogy az akkori munkakörömben, mint gyermekjogi képviselő már nem tudok eredményesen tevékenykedni, nem tudok úgy hozzátenni ez a rendszerhez, hogy azt vállalni tudjam. Gyakorlatilag egy Budapestre vezető autóút során döntöttem el, éppen dolgozni igyekeztem, de annyira rosszul érintettek az akkori történések, hogy mire fölértem, addigra elhatároztam, hogy jó, hát akkor holnap beadom a felmondásomat. Nagyjából akkor föl is hívtam a felettesemet, hogy másnap bemennék egy felmondó levéllel, és akkor nem tudtam, hogy merre tovább. Mellette, a munkám mellett mindig vittem egy egyesületet, ahol a Szabolcsból, elsősorban Szabolcsból kikerült volt állami gondozottakat segítettük már évek óta, és a munka az adott volt, tehát munka mindig volt. Azt nem láttam még akkor, hogy meg lesz-e annak a fedezete, hogy meg tudjak élni, tehát hogy legyen bérem. Tehát azóta is a Tűz Csiholó Egyesületnél dolgozom, ahol volt állami gondozottak családjait segítjük. És aktív szerepet is vállaltatok végül azért itt a gyermekvédelmi botrányok körüli helyzetben, azzal, hogy egy konferenciát szerveztetek ugye márciusban. Ennek mi volt a célja, és kik voltak a résztvevői? Az volt a célja egyértelműen, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy változtatni kell, és hogy a kegyelmi botrány az egy nagyon csúnya, felvállalhatatlan történet, de a gyerekvédelemben ennél sokkal nagyobb és súlyosabb problémák vannak összességében. És úgy gondoltuk, hogy ha már a figyelem a gyerekvédelem irányába terelte az embereket, akkor beszéljünk arról, hogy mik a valós problémák, mik a nagyon nagy problémák, és ezzel nem lekicsinyítve azt a történetet, amit a kegyelmi botrány hozott, mert azt gondolom, hogy emberileg, szakmailag, semmilyen módon nem vállalható egyik oldalról sem, de az, hogy próbáljuk mondani, mutatni halkan, hangosan, hogy baj van, és változtatni kellene, arra nem volt fókusz, és ez a pillanat talán erre adott lehetőséget. Sajnos én úgy érzékelem, hogy bár mindent megtettünk a magunk részéről akkor, hogy verjük a dobot is, és hangot adjunk ennek a nehéz helyzetnek, ez azért annyira nem sikerült. Akkor igen, volt hangja, beszéltünk róla, bízhattunk abban, hogy lesz majd változás a gyerekvédelemben, mert mutatkozott egyfajta kormányzati szándék is, de az azóta eltelt időszak sajnos nem azt mutatja, hogy jó irányt vett volna ez a folyamat. Tudatosan hívtunk erre a konferenciára olyan résztvevőket, akikről nem lehetett azt mondani, hogy egyik oldal vagy a másik oldal, mert én azt gondolom, hogy mióta én a gyerekvédelemben dolgozom, és ez valóban közel 40 év, nem változott a helyzet abból a szempontból, hogy igazán
a gyerekotthonokban, gyerekvédelemben felnövekvő gyerekek valakinek is fontosak lettek volna. Kivételt képez ez alól egy rövid, nagyon intenzív és nagyon szép időszak, amikor a gyerekvédelmi törvény megszületett, akkoriban volt egy nagyon szuper gárda, aki ezt a törvényt kidolgozta. Elindultak a folyamatok nagyon szépen, de azóta azért az elmúlt évtizedek nem hoztak pozitív változást, sőt visszamentünk arra a kezdeti időszakra, amikor káosz volt a gyerekvédelemben. Ez a 97-ben volt 97-ben. A gyerekvédelmi törvény megszületése, és utána tényleg volt egy nagyon szép időszak, kialakult a rendszere a gyerekvédelemnek, mert előtte azt lehetett mondani, hogy nem volt, tehát egy 901-es törvény volt, ami irányt mutatott, vagyis hát nem mutatott irányt, mert az évek elszálltak, úgy kellett innen-onnan összecsemegézni azt, hogy most itt bizonyos területeken mi az irányadó, vagy az oktatási vonalon, kollégiumi nevelőknek a dolgait kellett ráhúzni a gyerekotthoni nevelők dolgaira, szóval, hogy végképp nem volt egy iránymutató rendszer, és ez a törvény ezt meghozta. Pár pontba szedve át tudunk menni azon, hogy szerinted jelenleg mik a legfontosabb, vagy legfőbb problémák, megakadások a gyermekvédelem területén, amikre fókuszálni kéne? Hát a legégetőbb probléma az, hogy nincsen a gyermekek számára gondozási hely. Ez sok mindenből következik, és ebből is sok minden következik, mert nyilván ennek van oka, hogy miért tartunk ott, ahol tartunk. Viszont ez egy óriási, óriási probléma. Tehát, hogy már most én azt gondolom, hogy vannak olyan gyerekek, akik azért nem tudnak bekerülni a gyerekvédelmi rendszerbe, bár indokolt lenne, mert egyszerűen nincsen hely. Nagyon fájó pont az, hogy gyerekek már most lassan azt lehet mondani, hogy százai maradnak benne a kórházakban, születésük után, akiket nem lehet hazaadni, vagy a szülők nem tudják, vagy nem akarják hazavinni ezeket a megszületendő babákat, és ők kórházakban maradnak. Az, hogy kórházban gyermekotthoni csoport jön létre, hát ez katasztrófa. Aki ismeri a szakirodalmat, az tudja, hogy milyen problémákat jelent egy gyerek életében az, hogyha ő hospitalizálódik, hogyha ő kórházban tölti az életének az első legmeghatározóbb időszakát, de aki nem szakember, az is tudja, tehát aki gyereket látott közelről, az tudja, hogy ez bűn a gyerekek ellen. Tehát a legnagyobb probléma ez. És nyilván ezek valamiből következnek, az, hogy nincsenek férőhelyek, az következik abból, hogy kevés a nevelőszülő, de meglátásom szerint a nevelőszülők számát nem lehet tovább növelni, és ezt látni kellett volna akkoriban, amikor a törvényt megváltoztatták olyan szinten, hogy csak a 12 éven, tehát a 12 éven fölüli gyerekek kerülhetnek gyerekotthonba, mert egyszerűen nem lehet. Ez egy 10 milliós ország, a nevelőszülőknek olyan különleges személyiséggel kell bírniuk, amit sokunk nem tud hozni. Én se lennék jó nevelőszülő, mert nem tudnék jól teljesíteni. Nem vagyok olyan személyiség. Milyen ez a személyiség, ami ennek kellene lennie? Azt kellene tudni felvállalni, hogy mondjuk a saját gyermeked mellett úgy nevelsz gyermekeket, hogy feltétel nélkül szereted, semmilyen különbséget nem teszel, lehet, hogy meg tudnám csinálni, de nem vagyok benne biztos. Nagyon, nagyon toleránsnak kell lenni. Azok a gyerekek, akik bekerülnek a gyerekvédelembe, kiszakítják őket a saját családi környezetükből, kivétel nélkül pszichikailag sérül gyerekek, lelkileg számtalan problémát hoznak magukkal. Ezeket a gyerekeket nevelni tudni kell, szakmailag is tudni kell, pedagógiai érzékkel kell bírni. Hát különleges ember az, aki erre alkalmas.
Tehát azt gondold el, hogy a nap 24 órájában kell teljesítened. Én például szeretem, ha legalább 1-2 órára be tudom húzni magamra az ajtót, és azt mondom, most nem vagyok itt, most hagyjatok békén. Egy nevelőszülő ezt nem tudja megtenni, a nap 24 órájában nem teheti ezt meg. Mindamellett, hogy korábban említetted azt is, hogy ennek a hivatásnak a társadalmi megbecsültsége is eléggé rossz, vagy legalábbis nem a helyén van, de hogy ez összefügg tulajdonképpen akár az anyagi megbecsültségével is. Hát persze, teljesen egyértelmű. Tehát amikor olyan minimális pénzeket visznek haza a gyermekvédelemben dolgozó kollégák, akkor ez nem lesz egy csábító pálya. Mert nyilván a megbecsültség, ha anyagilag megbecsülöd, akkor társadalmilag is megbecsülöd. Tehát azok a szakmák, amik nincsenek megfizetve, arról nem gondolják azt az emberek, hogy jaj, de szép, de szeretnék én is gyermekvédelemben dolgozni és nevelő lenni. Borzasztóan nehéz feladat, tehát egy gyerekotthoni nevelői feladat, ugyanolyan nehéz feladat, mint nevelőszülőnek lenni, kicsit más a közeg, meg hazamész, és kicsit összeszedheted magad, de ugye aki a gyerekotthonba kerül, azok a nehezebbesebb gyerekek. Nem csak a koruknál fogva, hogy 12 év fölötti gyerekek, hanem 12 év alatti gyerekek is nyilván oda kerülnek, mert valahol lenniük kell, és akik a kisebbek közül ide kerülnek, a legproblémásabb esetek. És hogyha te szakmailag nem vagy jó ezen a pályán, akkor az egy kínlódás, az egy gyötrelem. Tehát lehet ezt a pályát nagyon szeretni, ha jó vagy benne. Ha nem vagy jó benne, akkor az borzasztó. És nagyon nem mindegy, hogy kikkel dolgozol együtt. Tehát, hogy kik a kollégáid, hogy tudjátok-e együtt húzni az igát. És ez egyértelműen úgy lehet jó szakembereket találni erre a pályára, ha megfizeted őket. És ez erre lett át, nem a pénzért csinálja az ember, persze, de azért van egy önbecsülésed, meg el akarod tartani a családodat, tehát a között döntesz, hogy most elmész-e egy ilyen közegbe dolgozni, vagy sem, és nagyon nehéz, nagyon nehéz. A konferenciátokon ugye sok területről sok neves szakember volt, ők tudtak egyébként konkrét megoldásokat, vagy példákat hozni mondjuk más országokból ezekre a dolgokra, hogy hogyan lehetne javítani rajta? Valóban nagyon jó szakemberek voltak jelen a konferencián. Dr. Katonáné, Dr. Pererika, őt én nagyon-nagyon nagyra becsülöm, és nagyra tartom, mert ő részese volt a gyermekvédelmi törvény kidolgozásának, és ő a gyermekjogi civil koalíciónak az egyik vezető személyisége, és a civil gyerekjogi koalíció kidolgozott egy sok pontból álló rendszert, hogy hogyan lehetne, hogy mire kellene odafigyelni, és mit kellene csinálni. És azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon összeszedett, nagyon frappáns előadást tartott, és az anyaguk hozzáférhető, tehát megismerhető. A kormány számára is eljutották ezt az anyagot. Tehát azt gondolom, hogy amit ő iránymutatásként elmondott, az is teljesen jó volt. Az SOS Gyerekfaluból Szilvási Léna volt kollégám, nagyon kedves kollégám is beszélt ezen a konferencián. Ők ugye, az SOS egy nagy nemzetközi szervezet, nagyon nagy szakmai háttérrel, nagyon nagy tudással, mert az egész világról gyűjtik össze azt a háttértudást, ami a hazai munkájukat is jellemzi. Azt gondolom, hogy a Léna is egy nagyon-nagyon szuper előadást tartott, ami tartalmában azonos volt. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mindannyian ugyanarról beszéltünk. Ugye a UNICEF-től volt még jelen Slanko Viola, aki a gyermekjogi, vagy a gyermekvédelmi részt viszi a UNICEF-en belül, és mindannyian ugyanazt a vonalat erősítettük, és tulajdonképpen ugyanarról beszéltünk. És ugye jelen volt még a konferencián néhány volt növendék, aki azt gondolom, hogy ilyen különös színfoltja volt ennek a történetnek, illetve volt egy színésznő,
aki érintett volt annyiból, hogy a COVID ideje alatt dolgozott a gyerekvédelemben egy rövid ideig, hogy meg tudjon élni, és betekintése volt a gyerekotthonok világába, illetve csinálnak egy nagyon szuper darabot, ami a gyerekvédelemről szól, és ezzel járják az országot. Tehát azt gondolom, hogy ami a konferencián elhangzott, az a lehetne mit kezdeni. És az a cél megvalósult, hogy kormányzati részről mondjuk legyen jelenlévő, aki meghallgatja ezeket, vagy akár megnézi ugye ezt az összeállított szakmai anyagot? Én úgy tudom, hogy a civil gyerekjogi koalíciót korábban már egy beszélgetésre meghívták a minisztériumba, tehát így is eljutott hozzájuk ez az anyag, illetve próbálkoznak is azon lenni, hogy valamiféle párbeszédet sikerüljön kialakítani a kormányzattal. A konferencián képviseltette magát dr. Novák Krisztina, aki az volt az érdekessége, hogy ő az én volt főnököm volt a jogvédelmi szolgálatot vezeti ő, és én pedig kaptam egy meghívást Fülöp Attilához, a konferencia után módonban állt vele beszélgetni egy másfél órát, és igyekeztem a teljes konferencia anyagát végigmondani így egy levegővétellel, hogy milyen problémákat látok én a gyerekvédelembe, meg az én kollégáim és harcos társaim ebben a történetben milyen problémákat látnak, tehát lehetőségünk volt erről beszélni. Júniusban, ami nagyjából 2-3 hónappal ezután volt, született egy rendelet, ami ugye egy ilyen átfogó vizsgálatot indít a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek kapcsán, és a célja az ugye, hogy a Bicskei gyermekotthonban történt, vagy korábban hasonló eseteket kiszűrjék. Ez a rendelet, ez tartalmaz egy ilyen szakmai részt, illetve egy 500 kérdésből álló tesztet is. Ugye fedhetetlenségi nyilatkozatnak ismerik a legtöbben, amivel kapcsolatban most már augusztusra azt látjuk, hogy ez azt a célt, vagy azt a helyzetet teremti meg, hogy rengetegen mondanak föl a gyermekvédelemben. Te hogy látod ennek az egész rendeletnek a létjogosultságát, vagy ami benne szerepel? Ugye olyan kérdések is vannak talán a tesztben, hogy fél-e valaki a sötétben, és olyan átvilágítások mennek a belügyminisztérium által, amit talán érthető kifogásolnak azok a szakemberek, akiket ezt végrehajtják. Azt gondolom, hogy ezzel a rendelettel nem segítettük elő azt, hogy a gyerekvédelembe ne kerüljön be olyan ember, aki nem odavaló, hanem inkább ellentétesen hat, illetve valóban nagyon sok ember feláll, mert azt mondja, hogy ezt bocsánat, de nem vállalom. És ugye nem csak a dolgozókra igaz ez a történet, hanem a dolgozók hozzátartozóinak is nyilatkoznia kell arról, hogy őket is bármilyen szinten vizsgálhatnak. Én ezt nem tartom egy jó rendeletnek, biztos vagyok benne, hogy nem éri el a célját, és amiért azt mondom, hogy ellentétesen hat, ugye az egyik legnagyobb probléma, hogy kevés az ember a gyerekvédelemben, az előbb említett okok miatt, és így még kevesebb lesz. Tehát az, hogy 2000 nevelőszülővel van kevesebb, mint amennyire szükség lenne, az csökken még további 100-valahánnyal, illetve a gyerekvédelemben is örökösen emberhiány van, azért kell bezárni lakásotthonokat, gyerekotthoni csoportokat, mert nincs elég ember. Ha ebből a rendszerből megint elmegy, és akkor csak maradjunk a kormányzat részéről, mondott statisztika az 1,4%, az is pár száz embert jelent, az is katasztrófa. Egy ember is, ha hiányzik egy 5 fős csapatból, ami egy gyerekotthoni csoportot ellát, az is nagyon nagy nehézséget okoz. Szerinted hogyan lehetne akkor jól működtetni ezt az alkalmassági szűrést? Abban én egyetértek a törvényalkotókkal, hogy szűrni kellene. Abban nem, hogy ilyen módon. Tehát meggyőződésem az, hogy mielőtt valaki szociális pályára, a gyerekvédelem irányába szeretne elmenni tanulni, akkor előtte érdemes lenne egy személyiség tesztet megnézni. Tehát a személyiségét megvizsgálni azoknak az embereknek, hogy személyiségében alkalmasak-e.
és hogyha alkalmasak személyiségében, akkor majd nem követnek el olyan hibákat, amiket ezzel a teszttel próbálnak kiszűrni. Uh-huh. De hát nekem óriási kétségeim vannak, hogy egyáltalán erre alkalmas lenne-e. És ugye a legnagyobb baj talán az, hogy ez nem csak, hogy nem alkalmas rá, hanem megalázó is az embereknek, akik ott dolgoznak. Tehát valaki dolgozik a gyerekvédelemben, minden nehézség ellenére azt mondja, hogy de én ezekért a gyerekekért szeretnék dolgozni, és van a szakembereknek jó néhány százaléka, aki még mindig így van benne ebbe a rendszerbe, hogy jó, nem érdekes, hogy nem tudok belőle normálisan megélni, hogy 20 éves Suzuki-val járok, és nincs házam, és nincs semmim, de ez az életem, ez a pályám is, ezt akarom csinálni, hogy azokban még ilyen módon belerúgnak, mert ez valahol ezt jelenti. Tehát amikor mondjuk neked bajod lehet ilyen fülemüle viták miatt a szomszédoddal, és akkor kimennek a szomszédodhoz, és nála fognak kérdezősködni rólad. Uh-huh. Mm. Említetted a Tűzcsiholó Egyesületet, ahová most a legtöbb energiádat akkor ugye fordítod. Egy kicsit mesélsz erről az egyesületről, illetve hogy milyen jellegű tevékenységeket végeztek? Örömmel. Ugye az egyesületünknek egy fontos célja van, hogy aki valamikor állami gondoskodásban nőtt fel, annak a gyermeke már ne kerüljön gyerekotthonba. És ehhez igyekszünk mindenféle támogatást megadni a családoknak. A gyerekotthonok világából, de akár a nevelőszülőktől is úgy kerülnek ki gyerekek, fiatalok, hogy nem készülnek föl azokra a kihívásokra, amikkel nekik szembe kell nézni. És ez nem csupán a rendszernek a hibája. Egyszerűen nem tudod megtanítani azok között, a körülmények között jó néhány dologra a gyerekeket. Itt, ha csak a legegyszerűbb dolgot mondom, ez az, hogy hogyan gazdálkodik mondjuk egy család. Hogy megkeresel, hazaviszed a pénzed, és ki fogsz-e tudni belőle jönni. Ugye ezeknél a fiataloknál elég egy megcsúszás, hogy mondjuk valami miatt elveszíti a munkahelyét. Ez manapság azért nem egy ritka történet, és ha kiesik egy havi béred, azoknál, akiknél nincsen családi háttér, nincsen egy olyan szociális háló, ami megtart, ha esel, akkor ez azt jelenti, hogy elveszíted a lakhatásodat, elveszítetted a munkádat, elveszítetted a lakhatásodat, ráültél egy csúszdára, ami levisz oda, hogy hajléktalan leszel, és a gyereked állami gondozott lesz. Tehát ezeket a helyzeteket nem lehet, nem egyszerű megtanítani. Tehát, hogy nagyon sok feladatot el kell látnia egy gyerekvédelmi szakembernek, mindenre nem tudjuk megtanítani a fiatalokat, és az egyesülettel ezeket a hiányosságokat próbáljuk meg valamilyen szinten kezelni. Vannak családok, akiket nagyon szoros mentorálásban részesítünk, meg vannak, akiket kicsit lazábban. Ez attól függ, hogy a családok milyen élethelyzetben vannak. És mondok példát, jó, hogy talán úgy jobban látszik, hogy mit jelent részünkről ez a mentorálás. Egy szabolcsi településről költöztettünk ide Kecskemétre egy ilyen családot például, 10 éve, mert olyan helyzetbe kerültek, hogy a 2 éves gyermekükkel kitették őket az utcára, a saját család, a fiú volt, állami gondozott, a párja az egy telepen élt, és a fiú családja nem volt rá alkalmas, hogy oda ott egy hátteret tudjanak biztosítani, a lány családja pedig elküldte őket, és télvíz idején kint voltak az utcán, és nem, tehát hogy így bele kellett nyúlni ebbe a történetbe. Hát ilyen mindenféle csodák útján, módján sikerült nekik egy hét alatt gyakorlatilag lakhatást keríteni, és munkát keresni. Tehát, hogy így elmentünk, összeszedtük a családot az utcáról, és ide költöztettük őket úgy, hogy másnap már ez a fiatal ember dolgozni tudott. Az ő esetükben ugye bekerül egy olyan közegből, ahol egy csomó mindent se ő, sem a párja nem tanult meg. Ez a fiú 16 évesen úgy került be az otthonba, 16 évesen, hogy nem tudott írni, olvasni.
a gyerek otthonban tanítottuk meg őt a saját nevét leírni és aláírni. Eljuttattuk odáig 18 éves koráig, hogy már írt, olvasott, és 6. osztályról volt papírja. Mondjuk az előző osztályfokokat úgy sikerült meg, hogy azt úgy aláírták neki. Mindegy, ne gyere be, és akkor kipipálták, hogy így megvan. És 6. osztályig sikerült eljutatni. A család szava haza húzta őt 18 éves kor után, mert maradhatott volna, és nem tudtuk őt meggyőzni, hogy maradjon. Hazament, utána került ebben a helyzetben. Közben volt kapcsolatunk, tehát így egyesületi szinten a támogatást akkor is kapott valamilyen szintig. És hát innentől kezdve azt, hogy hogyan élünk egy városban, hogy kell beiratni a gyereket majd az óvodába. Már azóta 4 gyermekük van, 4. gyermek, hogy hogyan lehet gazdálkodni, hogyan lehet kijönni abból a pénzből, hogy amikor már 4 gyereket kell eljuttatni, vagy a 4-ből 3-at kell eljuttatni oktatási intézménybe, akkor hogy szervezem az életemet, hánykor kelek föl ahhoz, hogy mindenki odajusson, hogyan és milyen formában rakom el a gyerekek ruháit, hogy reggel ne legyen káosz, hanem azonnal oda tudjon mindenki nyúlni. Azt, hogy hogyan kell megfőzni egy bablevest, hogy hogyan kell tömegközlekedni, hogy hogyan kell viselkedni egy munkahelyen, hogy azt meg tudjam tartani. Ma ez a család ott tart, hogy most már eljutottunk odáig, hogy tudatos családtervezés, már nem szeretnének több gyereket, és hogy ezt hogyan lehet elérni, ezt tudják, tartják. A fiatalember időközben elvégezte a 8. osztályt itt a városban, a 7-et és a 8-at külön, és most van már egy papírja arról, hogy Targonca vezető, és ebben a munkakörben dolgozik. De hát ezek ilyen napi harcok, de most is ott tartunk, hogy amikor megkapja a fizetést, akkor azt mondja az ember, hogy jó, üljünk le, számoljuk át, mire kell, mire nem, hogy nehogy véletlenül hozzányúljatok, ezt itt tegyük el ezt a részét, ami nem erre a hétre szól, és akkor, ha mégis hozzá kell nyúlni, akkor beszéljük át, hogy akkor ezt most hogy fogjuk csinálni. Szóval ez a szoros mentorálás az élet minden területére kiterjed. Vannak olyan családok, ahol csak elakadásokból kell kisegíteni, ott egy ilyen lazább mentorálás van. Egy fontos projektünk az adósságrendezés, amit az Erste Bankkal közösen csinálunk, most már mondhatni, hogy évek óta. Ez azt jelenti, hogy ugye belekerülnek a családok adósságcsapdába, ahonnan nem tudnak kijönni, és a vége az, hogy el se tud menni olyan munkahelyre dolgozni, ahol bejelentik, mert azonnal levonják a végrehajtók a bérének x%-át, és nem tud megélni. És hogy ezekből a helyzetekből hogyan lehet kikerülni. Ennek volt egy olyan szála is, hogy az Erste Bank fölvállalta, hogy gyerekotthoni nevelőket képezett arra, hogy hogyan lehet pénzügyi tudatosságot tanítani. Ez egy nagyon szép projekt, és ezt szeretnénk is vinni, meg egyre több már vannak családok, akiknek sikerült ebből kikerülni és tovább menni. A dolognak nem az a lényeg, hogy felvállaljuk, mert erre képtelenek lennénk anyagilag, meg nem is akarjuk, hogy kifizessük helyettük ezt a tartozást, hanem hogy lehet belőle kijönni és taprálni, és elkerülni a jövőben ezeket a helyzeteket. Tehát ez egy fontos rész. Családi táborokat csinálunk minden évben, idén is megvolt a Balatonnál, ami egy kicsit több mindig, mint egy egyszerű élményszerzés. Az is nagyon fontos egyébként. Ugye megtanítjuk a gyerek otthonok világába, hogy mennyi mindenről szól az élet. Tehát, hogy nem csak egy telepi történetről, hogy otthon el vagyunk és vagyunk, hanem van egy csomó szép dolog, amit meg színházba lehet menni, ide lehet, oda lehet, üdülni lehet menni, világot lehet látni, és utána kitesszük őket egy olyan helyzetbe, amiből soha az életbe többet nem jut el ezekbe a közegekbe. És nyilván az, hogy a családjával együtt tud elmenni egy hétre a Balatonhoz, az egy különleges dolog.
sokszor megtapasztaltuk, hogy a párjaik, akiket választanak maguk közül, hogy ők még sosem voltak a Balatonnál, egy gyerekotthonban előfordult nálunk mindenképpen, hogy mi azért jártunk mindenfelé, de a pároknál nem. És az, hogy ők családilag tudnak elmenni, ez egy fontos dolog. És akkor mindenféle élménybe igyekszünk őket, a balatoni hajókirándulás, tihany, bobozás, mindenféle csoda dolog, meg fürdőzés a Balatonban, de hogy ezen kívül mindig van valami, amit pluszként szeretnénk átadni. Ez az idén is volt. Az egyik ilyen kérdés volt például a továbbtanulás kérdése, pályaválasztás, aminél az, hogy tudatosan vigye bele a szülőt abba, hogy ő segíteni tudja a gyerekét. Tehát, hogy ne az legyen, hogy jó, ha te most itt vagy, ebben nem eljutottál odaig, hogy 8., akkor most már választani kell, és akkor nézzük meg, hogy hova tudsz maximum bejutni. Tehát, hogy ezt lehet sokkal tudatosabban és picikortól nézni azt, hogy miben vagy tehetséges, és akkor ott megkapja meg a gyerek azokat a pluszokat, amivel arra el tud menni, és akkor nem egy kényszerpályára kerül, hanem tudatosan tud dönteni. Szóval, hogy ez egy nagyon izgalmas téma volt. Szóval, hogy vannak ilyen tudatos dolgok, más is, tehát kertgondozás, mert egy csomó dolog van még. Ezeket, bocsánat, egyébként szakemberek bevonása, vagy ilyen képzésszerűen csináljátok? Igen. Vagy? Igen. Például ez a történet ugye a szülőknek szólt, és addig a gyerekeknek mindig valami izgalmas dolguk van. Segítőkkel játszanak, és képzőművészkednek, és mindenféléket csinálnak. De például a tinik is bekapcsolódtak, tehát aki most nem tudom én, volt az egyik családból egy nagy lány, aki közgazdasági suliba jár, de nem biztos, hogy azt szeretné csinálni, hanem vannak más elgondolásai, hogy lehet ebből mondjuk egy más irányt venni, vagy egy másik lány, aki rendvédelmit végez, és hogy vannak benne kétségek, vagy... Van egy fiú a csapatunkban, akit már egy jó ideje támogatunk, aki fizikus szeretne lenni, pici korától, 5. korától, és ilyen kitűnő tanuló, és mindegy, nagyon izgalmas az ő élettörténete is. Most családbefogadással Budapesten van egy fiatalember, segíti az ő életét, és hogy jó pálya a fizikus pálya, hogy meg lehet-e majd belőle élni, vagy ha ezt szereted, milyen lehetőségeid vannak az elméleti fizikán kívül. Szóval egy csomó izgalmas sztori van. Családi táborok. Ja igen, és hát azokat a családokat szoktuk elsősorban hívni, vinni ezekbe a táborokba, ahol úgy gondoljuk, hogy kellene talán segíteni mentorálással a családnál, mert mondjuk van valami elakadás, és hogy itt ez alatt az egy hét alatt jobban látjuk a családokat, van időnk, lehetőségünk arra, hogy átbeszéljük a helyzetüket, és látjuk a család működését, hogy hogyan működik, mint apuka, anyuka, a család együttes hogyan működik. Szóval ez nekünk is szakmailag is izgalmas dolog. Nemrég fejeztük be a tanszergyűjtést és a tanszerek kiosztását, ami megint azt gondoljuk, hogy egy nagyon, nagyon fontos dolog, mert nagyon nagy nehézséget tesz a családra egy ilyen tanévkezdés, úgyhogy ilyenkor bejárunk 2000 kilométert, vagy szétvigyük a tanszereket, mert a családjaink, 104 családdal dolgozunk most, hogy így eljussanak a családokhoz a tanszerek. Nagyon sokan segítenek nekünk ebben, hogy gyűjtik ezeket a tanszereket, azokat is be kell gyűjteni, hogy ahol nekünk ebben segítenek. Mindig nagy projektünk a karácsony, amiben hát egy olyan 200 valahány gyerek tartozik hozzánk összesen ezekből a családokból, akik még kiskorúak, és nekik gyűjtünk, de ebben vállalatok segítenek nekünk, tehát, hogy mindenki egy nagyon szép személyre szóló ajándékot kap, és az egyesület részéről pedig, amit még gyűjtünk, az pénzadomány azért, hogy élelmiszert tudjunk vinni, hogy valóban méltóképpen tudják a családok ünnepelni a karácsonyt, és nyilván ilyenkor van az, hogy mindig mindenkit látunk, mindenkivel tudunk egy kicsit szót váltani, beszélni,
mert van, aki csak így a krízis helyzet kapcsán kerül nálunk előtérbe, és akkor nem így tudunk hosszabban beszélgetni, látjuk a családok helyzetét. Hát ez a körút, amit így megteszünk ilyenkor, ez már most több mint egy hét, ami azt jelenti, hogy reggel elindulunk, és akkor így egész nap megyünk, lent vagyunk ilyenkor Szabolcsban, és akkor ott járunk körbe-körbe, aztán hazajöve itt Kecskeméten is van néhány családunk, illetve Budapest környékén is vannak olyanok, akiket segítünk. Úgyhogy ez még egy ilyen nagy projektünk. És hát ami meg előttünk áll, amit nagyon szeretnénk megvalósítani, egy olyan családok átmeneti otthonát létrehozni, ami kifejezetten a volt állami gondozottaknak szól. És ez azért van, mert azt gondoljuk, hogy ugye a családok átmeneti otthonának az a feladata, hogy egy válsághelyzetbe került családot újra talpra tudjon állítani, és hogy ne kerüljenek be a gyerekek állami gondozásba, hanem tudjon tovább menni az élet. Ugye ezek a családok háttér nélkül vannak, nincs ott egy olyan rokoni kör, akire támaszkodni lehetne, aki segítséget tudna nyújtani, ez hoz egy nehezebb helyzetet. Ezért olyan szakmai programot dolgozunk ki, ami kifejezetten nekik szól. Ráadásul azt gondolom, hogy azok a fiatalok, akik annak idején a Tiszadobi Gyerek Otthonban nevelkedtek, amikor én ott dolgoztam, ez ugye 26 év volt ebből a közel 40 évből, őket mi sok mindenre megtanítottunk, de arra is, hogy álljon ki magáért, mondja el a véleményét, mondja meg, hogy miről mit gondol, és akkor azzal majd kezdünk valamit, ezt tegye udvarias módon, de lehet, tehát párbeszédet folytattunk egymással, és így tudtuk elérni azt, hogy ők elfogadják azt is, hogy mi mit kérünk tőlük. Ez a fajta gondolkodásmód és viselkedésforma nem mindig beilleszthető a családok átmeneti otthonaiba, tehát hogy így kevésbé toleránsak ezzel a fajta hozzáállással szemben. Tehát ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy létrehozzunk egy ilyen kört. Ráadásul nagyon sok családnak próbálunk helyet keresni családok átmeneti otthonába, és nincsenek helyek. Mm-hmm. Tehát nagyon, nagyon kevés a férőhely, és ez is indokolja azt, hogy mi ebbe az irányba elmenjünk, úgyhogy ezen dolgozunk most. A tiétek helyileg hol lenne egyébként? Kecskeméten vagy ott Tiszadobon? Országos befogadásúak szeretnénk lenni, mert azt gondoljuk, hogy ez nem csak a szabolcsi gyerekeknek probléma, meg annak a vidéknek, és egyelőre még nem döntöttük el, hogy most ez konkrétan hol legyen, keresünk jó helyszíneket, most ebben az időszakban vagyunk, hogy megtaláljuk azt a helyet, ami jó lehet. Fontos, hogy legyen egy olyan háttere ennek az átmeneti otthonnak, ahol a munkavállalás megoldható, mert ez egy fontos szempont. Tehát, hogyha van munka, akkor könnyebb talpra állítani a családokat. Meggondolkodunk nyilván abban, hogy ilyen félutas házakat tudjunk hozzákapcsolni ehhez az egészhez. Tiszadobnak és annak a környéknek nagy előnye az, hogy ott a mozgásteret ismerjük, ami nagyon sokat számít, mert sok energiát meg lehet vele spórolni. Nehézséget jelenthet az, hogy a faluban egyébként sincsen munkalehetőség, meg azon a vidéken nincsen úgy munkalehetőség. Pozitívum az, hogy most van ott egy kastély, ami felújításra került, és a turisztika várhatóan fellendül a jövőben. Amúgy is van egy nagy forgalom ott, de a település még nem mozdult arra rá, hogy lehet kihasználni ezt a nagyon nagy mennyiségű turistaforgalmat. Tehát ugye ebbe lehet mozgásteret találni. Meg ki is lehet találni olyan dolgokat, ami ezt segítheti. Tehát a szempontban ez is benne van. De gyakorlatilag bárhol, ahol a feltételeket megtaláljuk erre. Nyilván az is egy fontos dolog, hogy találjunk a normatív támogatás mellé olyan forrásokat, ami fenntarthatóvá teszi egy ilyen családok átmeneti otthonát, ami azt jelenti, hogy azt is vizsgálnunk kell, hogy hol vannak olyan települések, akiknek kötelezettsége van férőhelyet biztosítani ilyen helyen, akármilyen módon, akivel mondjuk ellátási szerződést lehet kötni. Tehát szóba jöhet Pest megye, szóba jöhet Heves megye, szóba jöhet
Szabolcs-Szatmár, keresünk egy jó helyszínt, most ezek a hónapok erről szólnak. Szoktatok egyébként esetleg ilyen közösségi támogatást, vagy közösségi finanszírozást bármilyen projektre megpróbálni, vagy mondjuk, ha valaki hallgatja esetleg a podcastot, és akár vállalkozóként, vagy bárhogy úgy érzi, hogy szívesen segítene, akkor ő tud egy-egy ilyen projektben állatok valahogy beszállni? Mindenképpen. Mi ilyen forrásokból tartjuk fenn magunkat, ilyen forrásokból élünk. Van néhány szervezet, meg vannak pályázatok, de nagyon minimális a pályázatok száma, amit a segítségünkre tudunk hívni. Tehát tulajdonképpen közösségi adományozásból tartjuk fenn magunkat, illetve nagyon sokat dolgozunk azon, hogy vállalati adományozókat magunk mögé tudjunk állítani. Az elmúlt fél évben volt egy komoly projektünk a Corvinus Egyetemmel, ahol egyetemisták segítettek nekünk abban, hogy feltérképezzük a vállalati adományozókat, tehát hogy őket is igyekszünk jól felkészülten ebbe a feladatba bevonni, illetve hát van egy érdekes projektünk, amit így a vállalatoknak is szoktunk ajánlani, ez az élményfestés, aminek 1000 formáját próbáltuk már ki, és műveljük. Ugye az egyik alapító tagunk egy nagyon remek fiatal ember, aki valamikor állami gondozott volt, és mindig úgy szoktam már őt bemutatni, Balogh Tibornak hívják egyébként, hogy ő az én harcostársam ebben, egyik harcostársam ebben a nehéz munkában. Ő a Képzőművészeti Egyetemet végezte el, és művész diplomát szerzett, majd később művész tanári diplomát, és vele csináljuk ezeket a programokat, amikor vállalatok hívhatnak bennünket csapatépítőkre, és akkor ilyen élményfestést csinálunk a dolgozóknak, illetve most a nyáron volt egy nagyon szívemnek kedves történet, amikor a vállalat azt vállalta, hogy ő egy gyerekotthont szeretne kicsinosítani, és akkor velük mentünk, és gyönyörű falfestményt készítettünk, vagy Sümegen is voltunk egy szociális intézménynél, ahol fogyatékkal élő embereknek a környezetét szépítettük meg, szintén egy falfestménnyel, gyönyörű lett, nagyon szép. Most az elmúlt hétvégén egy nagy vállalatnak egy 1500 fős rendezvényén voltunk, ahol hát 100 ember megfordult nálunk a sátorban, ahol viszont ilyen minivásznakra, ilyen gyorsabban elkészíthető festményeket készítettünk. Ebből nekünk bevételünk van, és ezzel is támogatjuk ezt, hogy így feladatokat csinálunk, de hát ezek nagyon pici pénzek ahhoz, amit össze kell szednünk ezekhez a projektekhez. És hát nyilván arra egy külön kampányt fogunk majd csinálni a családok átmeneti otthonának a létrehozásához. Nagyon szépen köszönöm, hogy a podcastunk vendége voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget.